Tavaly ősszel futottak ki első ízben a játéktérre a Kétszápák futszálosai, a 2018-2019-es idényben a felnőtt csapat a 9. helyezést érte el az MLS regionális bajnokságában. Az együttes zömmel már akkor is fiatal játékosokra támaszkodott, így ebben a szezonban már az 20-as korosztályban is indított csapatot a Blue Sharks, a közeljövőben pedig újabb utánpótlásgárda, a 15 éven aluliak is részt vesznek a megyei megmérettetéseken. A Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója úgy fogalmazott, az új korosztály szerepeltetése egy tudatos építkezés része. Úgy gondolom, hogy az első szezonunk a várakozásnak megfelelően sikerült, hiszen az volt a célunk, hogy elindítsunk egy bizonyos kezdeményezést, és ki tudjunk alakítani egy futszálcsapatot. Ebben az évben a felnőtt csapatunk újra a regionális bajnokságban fog küzdeni, de szeretnénk mellette utánpótlást is indítani, és az U15-ös, illetve az U20-as korosztályban már részt fogunk venni a bajnokság küzdelmeiben, de természetesen nem annak örülnénk, hogyha itt meg is állna a kezdeményezésünk. A sportcentrummal körültve szeretnénk, hogyha a legkisebb gyerekektől kezdve ki tudnánk alakítani egy olyan utánpótlást, akikre építkezhet majd későbbiekben a felnőtt futszálcsapatunk. A Kékcápák futszál szakágának vezetője Székely János kiemelte, a 15 éven aluliak számára az elsődleges, hogy megszeressék a sportágat és belekóstoljanak a versenyhelyzetbe. Nem feltétlenül az eredmény a fontos, de szerintem a fejlődés szempontjából sok mindenben lehet előrébb, és ugye nekünk az a célunk az utánpótlással, hogy minél hamarabb oda vinne a felnőtt csapathoz, tehát minél több lehetőséget kapjanak játékba is, meg edzésbe is. Az egyesületnél számíthatnak a Bozsik József Labdarúgó Akadémia támogatására is, amely játékosokkal láthatja el az U15-ös csapatot, de terveznek toborzást, és a futszalozni vágyók önként jelentkezését is várják. A 15 éven aluliak megyei selejtezői januárban kezdődnek.